Ha már a koktéloknál tartunk, akkor mint mindennél természetesen az alkoholnál is fontos, hogy mértéket tartsunk. A túlzott tűzség, amellett, hogy kevésbé produktív másnapot eredményez, számos egyéb negatív hatással bír az életünkre. Hogy hogyan hat az alkohol a szervezetünkre, és mikortól érdemes megállt parancsolni, arról már dr. Gólya Flórát, a Markó Ferenc Kórház sürgőségi betegellátó osztályának orvosát kérdezem. Köszöntünk a stúdióba, Én köszönjük, a el, meghívásunkat. Az átlagos bulikból, fiatalok bulijából nem leszek képmutató, nyilván nálunk is hasonlóan volt, nem hiányozhat az alkohol. Szerinted miért alakulhatott ki az, hogy minden bulin szükséges a, az alkohol, és, és alapvetően mik a tapasztalatait például a kórházban is, hogy a, a környezetedben mit, mit tapasztalsz így a, az alkoholfogyasztás kapcsán? Nekem az a meglátásom, hogy az alkohol és a szórakozás az mindig is összekapcsolódott. Érigen is voltak kirívó esetek. Én a munkám során a két szélsőséggel találkozok. Vannak az alkoholisták, illetve az akut alkoholmérgezettek. Nyilván az alkoholizmussal gyakrabban találkozunk, ennek mind a, a társadalmi, szociális problémáival, illetve a belgyógyászati problémáival. Az alkoholmérgezés, ez, ez inkább valóban összekapcsolható a különböző eseményekkel, mint ahogy most is következik nálunk a szilveszter. Sajnos az évek során azt tapasztaltuk, hogy egyre gyakrabban, illetve egyre fiatalabb beteg ö, csoport az, amivel találkozunk. Egyáltalán milyen ö, rövid távú hatásai vannak a különböző alkoholoknak? Rövid távon az alkohol, ez elsőként a központi idegrendszerre hat. Ö, ennek a jelei az imbolygójárás, az elkent beszéd okozhat ö, egy ilyen ideiglenes ö, rövid távú memória zavart, csökkennek a reflexek, illetve rövid távon még a szintre, illetve a keringésre is hatással van. Említetted a válaszban az előzőben, hogy beszélhetünk akut alkoholmérgezésről és alkoholizmusról is. Igen. Véleményed szerint mi az, ami már túlzásnak számít, és akkor itt beszélhetünk akár az akut alkoholmérgezésről is, és az alkoholizmusról is, tehát a rendszeres alkoholfogyasztásról? Ez nagy nagymértékben egyénfüggő az akut. Nem mindegy, hogy egy ember milyen idős, milyen a test súlya. Sajnos mostanában nagyon sokszor éjgyomorra isznak az emberek direkt azért, hogy minél, minél erősebb hatása legyen. Akut esetben a túlzás az, amikor már, amikor már kialakul az alkoholmérgezés. Ez kezdetben Felfogozott hangulat, ingerlékenység, utána egy csökkenő vércukorszint, mi a szédülés, és kialakulhat a súlyos alkoholmérgezés, amikor nálunk is nem egyszer az osztályon már sajnos légút biztosításra és keringés támogatásra is szükség van. A krónikus esetben, ami ugye az a az alkoholizmus, itt pedig a rendszerességen van a hangsúly. Nem is igazán itt sem a mennyiségen, mert ez is egyén függő, hanem az, hogy kialakul egy betegség, egy függőség, és ennek vannak ugyebár a szociális, társadalmi, illetve egészségügyi károsító hatásai is. Ha nem szeretnénk, hogy annyira üsön, akkor mit érdemes fogyasztani, mondjuk, mit érdemes enni? Minőségi, alkohol minőségi alkoholt. Ami nagy különbség az alkohol típusok között, ez a cukortartalom. Mert rövid távon az alkohol, az felviszi a vércukorszintet. Viszont minél többet iszunk, ennek van egy ilyen visszacsapó hatása, hogy lemegy a vércukorszint. Minél magasabb vércukorszintre viszi fel a szervezetünket az alkohol, annál inkább lemegy, és annál súlyosabbak lesznek majd az alkoholmérgezés tünetei. Ha már a rövid távnál tartunk, mondjuk egy akut alkoholmérgezéses esetnél, milyen fiziológiai elváltozásokat tapasztaltok, mondjuk, tehát ennek van-e bármilyen szervi tünete? A mérgezésnek igen van, tehát ez elsősorban, hogy az előbb is említettem, ez a központi idegrendszeri hatása a tudatzavar. Ez nagyon sokszor agitáltság, feszültséget okoz. A vércukor szintnek is ugyebár van egy tudatra vonatkozó hatása. Ez az alacsony vércukorszint, felmegy a púzus, először felmegy, majd utána lemegy a vérnyomás, illetve ahogy egyre inkább mélyül ez a tudat zavar, úgy alakul ki majd a légzés leállás illetve a keringésnek is a leállása. Ilyenkor kell nekünk beavatkozni. És mit, mivel nem érdemes egyébként keverni, ha már alkohol, ami mondjuk elsőre talán jó gondolatnak tűnik? Én azt mondom, hogy nem igazán éri meg semmivel se keverni. Tehát a kultúrát alkoholfogyasztás alapjának kellene, hogy legyen, hogy kiválasztunk egyfajta alkoholt, és akkor vigyük azt tovább. Egyébként nagyon sokan szokták alkalmazni a buborékos üdítőkkel, vagy pesgővel keverik. Az azért nagyon rossz, mert az még inkább erősíti a felszívódását. Tehát ez, hogyha egy dolgot kiemelhetek, az az, ami nagyon nem ajánlott. Szilveszterkor azért előfordul, hogy néhányaknál megszalad a pohár, sőt, lényegében nagyon sok társaságban ez egyfajta elvárás is, hogy minél többet igyon az ember. Ez szerinted miért alakulhatott ki? Mi lehet ennek a csoportnyomásnak az oka? Hát ez egy nagyon sajnálatos probléma. Valóban a csoportnyomás, ez leginkább ez is a fiataloknál. Tehát egy, nyilván egy éretlenebb személyiség, nehezebben mond, nemet még akkor is, hogyha, ha nem igazán szeretné, illetve van sajnos egy olyan rész is, hogy az emberek, a gyerekek a fiatalok otthonról is hoznak egy negatív példát. Tehát a, a csoportnyomásnak tényleg egy nagy hatása van erre. Említetted a alkohol alkoholfogyasztást. Mit gondolsz, hogyan lehet ezt népszerűsíteni a fiatalok körében? Mit lehetne tenni, hogy ezen az úton induljanak el? Én azt látom, hogy szerencsére már van egy olyan fiataloknak egy olyan csoportja, ahol úgymond menőbb egy jó minőségű bort, vagy egy pesgőt elfogyasztani. Itt szerencsére nekünk jobban szerencsénk van, hiszen bor bor terület vagyunk, bortermesztő terület, tehát itt nagyon finom borok vannak. Én egy kicsit az ellentett is híve vagyok. Én úgy gondolom, hogy ha az iskolákban már egy picit szembesítenénk a gyerekeket azzal, hogy milyen következménye van annak, hogy a túl sokat isznak, mert ugye bár a fiataloknak sokszor az a gond, hogy nem tudják a következményét annak, amit tesznek. Egy kicsikét itt az edukációban kellene, én úgy gondolom, hogy bővíteni. Ha már egyébként említetted az edukációt, nagyon sajnálatos adatokat lehet olvasni az interneten azzal kapcsolatban, hogy mennyi lehet, tehát hogy mi a statisztikája mondjuk az alkoholistáknak az országban. Igen. Ez lehet nem csak egyfajta csoportnyomás, hanem társadalmi nyomás is? Határozottan, igen. Ö, nyilván ez már inkább szociológia, mint orvostudomány, de, de mi is azt látjuk, hogy egyre több olyan beteg van, aki bejön egy adott belgyógyászati problémával, és kiderül, hogy, hogy egyébként ő igen, minden este megissza két-három sört, vagy munkából, és, és amikor jelezzük nekik, hogy ez már gyakorlatilag alkoholizmus, Ö, ők ezt nem így gondolják, hiszen teljesen természetes, hogy ő hazamegy, megissza a sörét, vagy a felesét, vagy esetleg azzal indítja a napot, és, és több, mint gondolnánk, sokkal több, mint gondolnánk. Korábban említetted a különböző szénsavas italokkal való keverését az alkoholnak, azért fiatalok körében nem csak a szénsavas üdítőkkel, hanem kifejezetten energiaitalokkal keverik. Ennek mondjuk milyen veszélyei vannak? Az alkoholnak eleve van egy számot emelő hatása, amit az energiaitalok, ezek csak felerősítenek. Hogyha van egy olyan ember, akinek még tudatában sincs, de van hajlama esetleg egy szívritmus zavarra, akkor ez, ez, nagy eséllyel kialakulhat, és aztán megint nálunk fog kikütni sajnos, hogyha éppen, éppen, tudunk már rajta segíteni, mert olyan is volt már sajnos, hogy nem tudtunk mit tenni, és Ritkán hallunk egyébként, amikor mondjuk drogokról vagy tudatmódosító szerekről beszélünk, akkor nagyon sokszor nagyon sokaknak elkerüli az a figyelmét, hogy egyébként vannak teljesen legális drogok. Ilyen például az alkohol vagy a, vagy a koffein is. Miért alakulhatott ez ki, hogy az alkoholnak így társadalmilag is egy teljesen más, egy elfogadottabb szerepet tölt be? mint mint mondjuk más, ugyanúgy szintén káros ö, drog vagy tudatmódosítószer. Én arra tudok gondolni, hogy ugye ugyebár az alkoholnak a hatása az társadalmilag jobban elfogadott, nem annyira feltűnő. Ezzel szemben, hogyha valaki drogozik, akkor az sokkal szélsőségesebb, ö, és ebből kifolyólag az emberek a drogot már legjobb esetben, ugye ezt negatívan kezelik. Ha valaki iszik az egy kicsit bolondosabb, ezt ezt valahogy jobban toleráljuk. Ö, illetve magát, az alkoholizmust is jobban toleráljuk, mert nagyon sokszor családon belül is ö, a, a szülő vagy a nagyszülő rendszeresen iszik, és ez maximálisan tolerálva van, mindaddig, ameddig ugye észre nem veszik, és ki, ki nem alakulnak a szociális problémák. Én őszintén remélem, hogy sikerült kicsit felhívni a figyelmet a kultúrált alkoholfogyasztásra, Abszolút. és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. Nagyon szépen köszönöm.